Ahogyan országos viszonylatban így nálunk Bács megyében is emelkednek az esetszámok a nyár folyamán, azonban ez az elmúlt hullámokhoz képest jóval alacsonyabb számú beteget jelent a COVID esetében. A Belsiska megyei oktatókórház kérdésünkre megírta, jelenleg a Kecskeméti kórházban nagyságrendileg 50 beteg fekszik. A Kalocsai és a megyében található két városi kórházban, Baján és Kiskunhalasan is jellemzően még 20 alatt van a COVID-fertőzéssel kezelt betegek száma. Ez a magas átoltottságnak és a beoltottak védettségének köszönhető. A jelenlegi hullámra jellemző, hogy enyhébb tünetekkel néhány napon belül otthonában meggyógyul a beteg. A tünetek változatosak, de ha torokfájást, köhögést, orfolyást, lázat, nehéz légzést, hirtelen szagnásvesztést, ízérzés hiányát vagy zavarát, hidegrázást, izomfájdalmat, fáradékonyságot, étvágytalanságot, hányást és hasmenést vagy megváltozott mentális állapotot észlelünk, mindenképpen gyanakodhatunk a korra. Amennyiben tüneteket tapasztalunk, forduljunk házi orvoshoz, végezzünk tesztet, és lehetőség szerint maradjunk otthon. Emellett ismét felhívja a kórháza figyelmet az oltás fontosságára, hiszen továbbra is ez a leghatékonyabb eszköz a vírus és a súlyos lefolyású megbetegedés ellen. Azokat, akik még nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást, arra kérik, hogy tegyék meg, mivel a vírus elsősorban az oltatlanokra jelent veszélyt.